Most kezdtem el mérni magam, mert tegnap elfelejtettem. És totál önérzésem volt, hogy most először az évben, most nem fog csökkenni a derekam, ugyanannyi marad, vagy még talán nőni is fog, mert ezen a héten annyit zabáltam szerintem, sokat ettem az, az előzőkhöz képest, és megint, megint csökkent fél centit a derekam. Fog fel! Hú, de nincs már kedvem a kiegészítő gyakorlatokhoz. De most nem túljára. Mert 6 hétig vannak az ugyanazok, a fő gyakorlatok maradnak. Még nem is olyan nehéz százszülés itt az elején. Testzsír százalék történelmi mélypontom 19,3. És a zsigeri zsír is. Hoppá. 8,5 volt az elején, és most 6,5. Összegyére sikerült fel annyi idő alatt, mint első 16 perc, vagy most 8 perc. Tegnap előtt azt álmodtam, hogy télcsirkét veszek. Úgyhogy most beteljesítettem ezt az álmomat. Mert úgynyira megkívántam, hogy mondom, ez nem lehet. Ezért megvettem. A másik lakásnál
mindig elég közel volt egy grill csirke, és ezért állandóan azt vettem, meg nagyon szerettem, meg már volt olyan, hogy egy héten többször is vettem, és mióta viszont elköltöztem, azóta nem ettem, és nagyon-nagyon-nagyon meghiányzott, ha van ilyen szó. Megkóstoltam a sajtot, amíg hazafelé jöttem. Nagyon durván jó idő van, úgyhogy mire ezt nézitek, szerintem már még jobb idő lesz, úgyhogy menjetek kifelé, húzzatok ki mindenki, kifelé, kifelé. Gramm teljes kérdésű tönköly búzaliszt és 125 gramm fehér liszt, ami jelen esetben pincaliszt. Addig sem maradjak éhen egy kis tálétel.